Szóval én arra készülök, hogy arról mondjak néhány gondolatot, hogy a költő és a vers hogyan élnek sajátos életet, mert én azt gondolom, hogy minden versnek két élete van. Egyfelől a költő létrehozza azt a verset, ő valamit gondol, érez és azt papírra veti, és aztán jön a befogadó, a közönség, aki egyáltalán nem biztos, hogy azt érzi és gondolja, amit a költő érzett, mert nem azt kell érezni és gondolnia, hanem amit ő benne megindított egy vers. Erre egy rövid példát hadd mondjak el, és akkor világos lesz. Biztos ismeri mindenki azt a slágert, hogy most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Ugye ezt úgy gondolják, hogy ez egy szerelmes vers. Mert arról ír benne a költő, hogy ez tényleg szerelem. És ennek vége szakad. De hát, aki ismeri a költőt, az tudja, hogy ő nem szerelmes volt, csak nem egy lányba, vagy nem egy fiúba, hanem a drogba. Tehát az a vers a drogozásról szól, a drogról való lecsúszásról, és a drogot, mint szerelmet testesíti meg. De nem baj, hogy mi a szerelmes versnek gondoljuk, mert az ugyanolyan érzés, ugyanolyan mély érzés, mint ha valaki a drog utánsról várok, csak persze nem ugyanaz az eredménye. Úgyhogy én most olyan dolgokat szeretnék elmondani néhány mondatban, mindegyik kültőről, hogy az ő életük meg a költészetük az hogyan kapcsolódott, vagy nem kapcsolódott össze. Mert remélem fogok mondani egy-két olyan információt is némely költőkről, amiket esetleg sokan nem tudnak. Egy kicsit azt gondolom, hogy trónfosztók is leszünk, mert néhány költőről mondok olyan dolgot is, ami nem lesz kedvező, de hát attól a versei még gyönyörűek. Örülök, hogy akkor így együtt vagyunk, és akkor a Petőfi utca lesz az első, ugye? Akkor induljunk. Akkor indul. Április 11-e a Magyar Költészet napja, és erre a napra a könyvtár egy rendhagyó foglalkozással készült. Egész pontosan mivel? Hát szeretnénk a faluban lévő írói nevet viselő utcákat meglátogatni, és hát felkértük Fekete Sándor magyar tanárt az iskolából, hogy ezekről az írókról néhány érdekességet mondjon el a sétán résztvevő embereknek. Ez mindenképpen jó, és nagyon jó idő is van, úgyhogy semmi akadály nincs annak, hogy egy nagyon remek sétán vegyünk részt, és egy kicsit megismerjünk egy-két esetleg olyan részletet, amiről eddig nem tudtunk. A Fekete Sanyi az a, szerintem garancia arra is, hogy egy kicsit rendhagyó lesz ez az egész, hiszen tartott ő már több előadást nálunk, és valóban mindig remek előadásokat tartott. Hát bízunk benne, hogy ez most is így lesz, és ahogy látom, azért gyülekeznek szépen a sétára, és remélem, hogy ez egy hagyományteremtő séta lesz. A elkövetkezendő években is szeretnénk ezt megszervezni, és hát mindig valami újdonsággal rukkolni elő. Többen úgy gondoltuk, hogy ha már berement, és ha már berement irodalom, akkor ne feledkezzünk meg Cérna Sándorról, ami Sanyi bácsinkról, aki Beremenden élt, Beremenden alkotott, írt verseket. Sokunk talán nem is tudja, hogy verseket írt, mert 4 verses kötete jelent meg, de a Beremendi iskola pedagógusa volt, nagyon sokan elmondhatjuk, jelenlévők közül is, hogy tanított bennünket. És a versei közül, hogy miért pont én állok itt egy verses kötettel a kezemben, hagyd mondjak egy személyes emléket. Annak idején a Művöldési Házban, amikor megjelent az újság Bíró Lajossal, ott jelentek meg először Sanyi bácsinak a versei. És Sanyi bácsi szerette behozni mindig az alkotását. Nagyon büszke vagyok rá, hogy én voltam az egyik első, akinek megmutatta, és mindig megkért, hogy olvassam föl neki, és mindig azt mondta, hogy Szilvikém, a te hangoddal szeretem hallani a verseimet. Nagyon megtisztelő, ez még most így utólag is. És nagyon nagy szeretettel emlékezünk a mi Sanyi bácsinkra, és ennek emlékeként az ő emlékére szeretnék egy verset felolvasni.
biztató a címe. Ha fárad a lelked, s nincs hova már térni a gyötrő gondok elől, fogd a varázsló kis szeruzát, s gyermeki hévvel hívjad elő régi időknek hangulatát. Zsongani hallod a hajnadi nyárnak életigenlő tiszta dalát, újra bejárva a gyermeki édent. Könnyül a lélek, nyugszik a szív. Visszatekinthetsz bátran az úton, több ezer ifjú ágya a neved. Ha fárad a lelked, s nincs hova már, fogd a varázsló kis ceruzát. Ha Petőfi, akkor szenvedély, és ha Petőfi, szenvedély Júlia. Ugye ő volt a múzsája, ő volt a szerelme. Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy tanult a iskolában. Szendre Júlia apja nem akarta, hogy Petőfi feleségül vegye ezt a lányt, mert azt mondta, hogy ilyen csepürágó. Petőfi ugye akkor vándor színész volt, meg mindenféle. Szóval ilyen csepürágó ne bolondítsa az ő lányát. Úgyhogy ez zavarta Petőfit, aki újra és újra visszament. Végül megegyeztek abban, hogy egy évet ad neki Szendre Ignác, és ha egy év múlva is ugyanígy lángol Petőfi, és egy év múlva is ugyanígy lángol majd az ő lánya, akkor lehet beszélni esküvőről. Petőfi el is ment, többek között Pestre, és ott jelent meg az a verse, amit bizonyára mindenki ismer, a reszket a bokor, mert egy népdal ihletésű vers, és a végén a kérdés Júliához, hogy vajon szereti-e, és valahogy így szól az utolsó két vers sora: ha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg, de ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg. Júlia két szót írt, válaszul, ezerszer Júlia. Petőfi ott hagyott csapott papot, és rohant azonnal az ő Júliájához, és a apa tiltakozása ellenére végül is összetudtak házasodni. De akkor itt van egy kis szépséghiba a történetben, mert mindeközben Petőfi így lángolt és ilyen verseket írt, aközben egy debreceni színésztőnek megkérte a kezét. Halálosan szerelmes volt abban a színésznőben is, és ő közel volt. Aztán ez a színésznő visszautasította, vagy vitatkoztak, és végül is Petőfi Júlia mellett talált boldogságot. Köszönöm.